Egy az egyetem és a város közötti együttműködési megállapodás értelmében tavasztól nyár közepéig kajakozhatnak a sporták szerelmesei Szombathelyi zöld szívében. Egy rekreációs szempontból egy fantasztikus dolog, mert még a kerékpár és a futás csak a lábra hat inkább, meg a keringésre. Ez az egész felső testet megmozgatja, a vállizületet, minden olyat, ami úgy beszokott kötni az ülő munkáknál, főleg, hogy egy kicsit föl is frissülünk tőle. Jó, ez az, aztán majd szépen irányban marad. Nagy az érdeklődés a program iránt, ezért szükségessé vált a kajakpark bővítése. A Magyar Kajakkenu Szövetséggel köttetett elvi megállapodás értelmében ingyen építenének egy új létesítményt, ahol tárolni lehetne az eszközöket. A fejlesztés elősegíthetné a gyerekek képzését is a következő években. Az egész egyetemen azért vagyok itt, hogy minél többféle mozgást kipróbáljak, és ezek közül a vízisportok közül ez a kajakkenu sem elengedhetetlen számomra. És én nekem ez azért jó, mert kijövök, és után kikapcsolódok, és itt elvezetek egy órát. És nekem ez tetszik. A sporták kedvelői időjárástól függően június 27-ig minden héten szelhetik a vizet a csónakázó tavon. A programmal kapcsolatban további információk a szombathely.hu címen kaphatók.